vasárnap kirándulunk. Ki az, aki itt volt a tavaly is? Ki az, aki letalálkozta? Mindenki! Ha jó Isten tartsa meg a szokásokat! Ugye mi legyen jövőre is, és a lelkipásztor szokását is, meg hát mindenki itt, aki egy ilyen csodás közösséget létrehozott. Egyébként én azt mondtam a feleségemnek, meg a lányomnak, mert a tavaly a technikusom volt, az idén megint a technikusom van, de a feleségem. És nekem már benyitott a számát, azt mondtam, már túl sokat tartozom neki, mert nagyon sok mindent csinál nekem. Hát most ez van, de azt mondtam nekik, hogy ide, mikor jöttem befele az udvarra, hogy a Nyugalom szigetére érkezünk. Mert annyira nekem nagyon tetszett a tavaly is ez a hely, úgyhogy tényleg egy csodás hely, csak gratulálni tudok, hajrá, jön így tovább. Borda a haja, folyja a szél, a faluban mindenki róla beszél. Vidd el a levelem, s mondd meg neki, hogy van egy fiú, ki szívből szereti. A mosolyra megjelent az arcokon többnyire, ez már örök, köszönöm. Megforom az ostoromat nyolcára, Isten jó a hátára, öbefolom az ostorom a csontára, de rábejt a Isten jó a hátára. Mert fúj a szél lefelé, lefelé, de lefelé, kis aggalom, mert igazán szerettél. Mert fúj a szél lefelé, lefelé, de lefelé, kis aggalom, mert igazán szerettél. Leszakad a... Így van. Köszönöm szépen, nagyon... ...koromban.
és én vidéken töltöttem a vakációmat, sőt, engemet nagymamám nevelt 3 éves koromig, mert édesanyám nagyon betegett a szülés után. A mama még mindig élt, 90 éves lesz szülőre, úgyhogy ő még közöttünk van. És a nagyapám megkezdte a dalt, ami nagyon sokat énekelt a 2 éves koromtól. Nem tudom, mennyire fogjátok ismerni, szerintem hát a szépkorú hölgyek és urak. És többnyire itt azért azok vannak, szerintem sokan fel fogják ismerni. Ha úgy van, akkor énekeljétek velem együtt, fogadjátok sok szeretettel. A dalnak a címe Falu végén. Oh. Köszönöm szépen! Mi a formalányok, nem elég a fiúk.
Nagyon szívesen. Na, a Royal Tipit mondták itt, találom, igen. Tovább, milyen más variánsok vannak még? Royal Tipit. Jó, igen. De valaki mondott valamit, hogy kinek a fia vagyok? Komolyan? De akkor most azért, mert eltalálta, segítenének? Nincsen. Biztassuk az urat, jó? Biztassuk, hogy segítsen énekelni. Akkor énekeljük mindannyian, jó? Egyenlően tudjátok, hogy ki vagyok, a Mukinak a fia vagyok, ránézek a hosszú nyelvű kése. Na ezt Istennek sem csináljátok, akkor fogadjátok sok szeretettel a dalt, énekeljük együtt, jó? Hogy nem tudjátok, hogy ki vagyok, a Mukinak a fia vagyok, ránézek a... Összeszúrlak! Nagyon jó! Ránézek a... Hosszú nyelvésedet összeszúrlak, összevágok benneteket. Csinál, csinál, jól csinál, veszek neked, veszek neked. Ránézek a... Hosszú nyelvésedet összeszúrlak, összevágok benneteket. Ránézek a... Kísérlet összeszúrnak, összevágok benneteket. Hé, hoppá! Hopp, 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 hopp! Köszönöm szépen, hogy itt lehettek, köszönöm, hogy itt vagytok! Ez az igazi tisztesség! Ne várj csak, cigányom, amilyen a mai jön a világon. Aki életében úgy érzi, és felmeri vállalni. Gondolom, senki nem fogja felemelni a kezét. De ki az, aki úgy érzi, hogy életében, és fel is vállalja, hogy életében egyszer legalább volt részeg. Egy úr. Komolyan, most őszintén megyek végig, és kérdezek meg mindenki. Szerintem itt a jelenlevők között 99%-ban minden úr volt részeg, még a hölgyek között is. Most komolyan. Jaj, kétszer, ez volt a rossz kérdés, akkor átfogalmazok a kérdést, mert azt mondja az úr, hogy nem egyszer volt, hülyeséget kérdeztem valóban. Szóval emelje fel az a kezét, aki, de én azt mondtam, hogy legalább egyszer. Tehát emelje fel az a kezét, aki többször volt része. Ezzel kellett volna kezdenem. Mitől, finomházi bortól, vagy házi pálinkától? Mi volt a jó? Hogy? A potya. Ez is egy megoldás. Én azért esküszöm a házi pálinkára és a házi borra. Szerintem ettől jobb nincs. Na hát akkor fogadjátok, szeretettel ezzel a dallal búcsúzom. Köszönöm, hogy itt lehettem. Az a rendes italos, aki mindig italos, és sohasem része. Aki mindig
újból, köszönöm szépen! Akkor együtt még egyszer, segítsetek! Ennek a rendőrsi valós, aki mindig itt és sohasem lézzen. Ödönöm is rendőrsi valós, aki mindig itt és sohasem lézzen. Aki mindig itt így sohasem. Na most így, fegyelmezesen, de... Uraim, hallottátok, megkaptátok a reggelét a hölgyektől. Lenn a régi bábos hortományon, Köszönöm szépen még egyszer!
Beszélni. Igen, mindketten iszunk. Szóval röviden a történet az annyi lenne, hogy ezelőtt körülbelül 2-3 éve, Covid előtt a feleségem nem itta volna meg a pálinkát soha az életben, nem is tudta mi az, nem szerette. És aztán itt voltunk Magyarországon Debrecenben, és most lényegtelen, hogy kimondta egy magyarországi fiatal úriember, akinek adott a szavára, ezek szerint biztos nagyon szépen nézett rám. Azt mondta neki, azt mondjam, a Covid ellen a legnagyobb ellenszer az a pálinka. Menjen haza, és így jól. És még egyszer örülök, hogy itt lehettem. Remélem, jól éreztétek magatokat. Jó egészséget, minden jó csokoldottságot, tisztelt. Szép lányt meg a bor, igen, nagyon szerette. A menyecskét meg a lányt, elszerette egyaránt, amikor csak tehette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden robást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bor, igen, nagyon szerette. Sose csinált adóságot a csárdába, minden robást letörölt a csárdás lánya. Az én apám olyan volt, hogy a szép lányt meg a bor, igen, nagyon szerette.